az év szinte utolsó napjaik egyikén megérkezett a kormány határozata arról, hogy Jászberény egy város fejlesztési célból hitelfelvételt meglépheti, megteheti. Ez 4 milliárd forint keretre szól, és lényegében azokat a hitelcélokat, amelyeket a kérésünkben megfogalmaztunk, hogy megjelöltünk, azokat mindegyiket hasonló mértékben, tehát azzal megegyezően támogatta a kormány. A januári testületi ülés legvégén az interpellációk között hangzott el a polgármester bejelentése, mely zöld utat biztosít a városnak, hogy a következő időszakban a topós beruházásokkal összehangolva további infrastruktúrális fejlesztéseket tudjanak elvégezni Jászberényben, mely főként a városi közműveket és az infrastruktúrát érinti. Ezzel 2-3 évtizedes elhúzódó munkát tud az önkormányzat rövid időn belül kivitelezni. A 4-5 milliárdnyi hitelt 20 évre venné fel a város az MKB banktól, melynek törlesztőit a jelenlegi és a prognosztizálható városi adóerőképesség és gazdasági teljesítményt értékelve ki tud gazdálkodni Jászberény. A cél, hogy településünk mielőbb egy jó európai színvonalat képviseljen, ami remélhetőleg pozitív hatással lesz a demográfiai mutatókra is. A januári testületi ülésen emellett szó esett a 2017-es városi adók teljesítéséről, a településképi rendelet módosításáról, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött idei megállapodásról, melyről következő adásunkban és a januári döntés után magazinban is részletesen beszámolunk.